következő kísérlet a víz és a papír kapcsolatát fogja bemutatni. Miért éppen a papír? Azért, mert jelentős mennyiségben tartalmaz rostokat. A kérdés az, hogy hogyan hat a víz ezekre a rostokra. Ehhez egy virágformát készítettünk, mégpedig egy 15x15-ös négyzetből indultunk ki, majd pedig a virágszirmok hasonló formában készültek el, és a végeredmény pedig egy ilyen csodálatos virág. Több színben is készültek. Én most a rózsaszínt fogom választani. A kísérlet lényege a következő, behelyezem a virágot a kádba, és a következő fog történni. Mivel ezek a papírok különféle méretűek és különféle anyagúak, hiszen abban az esetben, ha ez egy itatós papír lenne, akkor a virágom sokkal gyorsabban nyílna ki, hiszen a rostok gyorsabban magukba szívnák a vizet, ezáltal megduzzadnának, és ez az erő úgymond kinyitja a virágot, és szépen kinyílnak. Abban az esetben, hogyha fénymásoló papírlapot vagy írólapot fogok használni virágként, ekkor a folyamat lassabban megy végbe.